A Bagavat Gita. Úgy, ahogy van. 14. fejezet. Az anyagi természet három kötő ereje. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Ismét kinyilatkoztatom előtted ezt a legfelsőbb bölcsességet, a legmagasztosabb tudományt, melyet megismerve a bölcsek mind elérték a legmagasabb rendű tökéletességet. E tudás biztos ismeretében az ember transzcendentális természetre tehet szert, ami az én természetemhez hasonló. Így nem születik meg az újabb teremtéskor, s az anyagi világ megsemmisülése sem fogja megzavarni. Ó, barata fia! A brahmanként ismert teljes anyagállomány a születés forrása. Ezt a brahmant termékenyítem én meg így adván lehetőséget minden élőlénynek a születésre. Ó, Kunti Tudnod kell, hogy minden faj az anyagi természetben való megszületés által jön létre, és én vagyok a magot adó atya. Az anyagi természet három kötőerőből áll. A jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőerejéből. Ó, erős karú, Arjuna! amint az élőlény kapcsolatba kerül az anyagi természettel, e kötőerők felül kerekednek rajta. Ó, bűntelen! Mivel tisztább a többinél, a jóság kötőereje ragyogó, és megszabadítja az embert minden bűnös tett visszahatásától. A jóságban élőket a boldogság érzése és a tudás köti meg. Ó, kunti fia! Tudd meg, hogy a szenvedély minősége a vég nélküli vágyból és sóvárgásból születik. Ezért az anyagi, gyümölcsöző tettekhez köti a megtestesült élőlényt. Ó, barata fia! Tudd meg hát, hogy a sötétség tudatlanságból születő kötőereje okozza valamennyi megtestesült élőlény illúzióját. E kötőerő hatásának következménye az őrültség a tunyaság és az alvás, ami megköti a feltételekhez kötött lelkeket. Ó, fia! A jóság kötő ereje a boldogsághoz, a szenvedély a gyümölcsöző tettekhez, a tudatlanság pedig az ember tudását befedve az őrültséghez láncol. Ó, barata fia! Néha a jóság kötő ereje kerül túlsúlyba, Elnyomván a szenvedély és a tudatlanság minőségét. Néha a szenvedély győzi le a jóságot és a tudatlanságot, máskor pedig a tudatlanság uralkodik a jóság és a szenvedély felett. Így módon örök küzdelem folyik közöttük az elsőbségért. A jóság kötőerejének megnyilvánulásait akkor tapasztalhatjuk, amikor a test minden kapuját tudás ragyogja be. Óbáraták vezére ha a szenvedély minősége van növekvőben, akkor erős ragaszkodás, gyümölcsöző cselekedetek, fáradhatatlan törekvés, valamint fékezhetetlen vágy és sóvárgás alakul ki. Ó, kurufia! A tudatlanság kötőerejének erősödésével sötétség, tétlenség, őrület és illúzió nyilvánul meg. Ha valaki a jóság minőségében hal meg, a nagy bölcsek tiszta, felsőbb bolygóira jut. Aki a szenvedély minőségében hal meg, az a tetteik gyümölcséért cselekvők között fog megszületni. Aki pedig a tudatlanság kötő erejében hagyja el testét, az állatvilágban születik meg újra. A jámbor tettek eredménye tiszta és a jóság kötő erejébe tartozik. A szenvedély minőségében végzett munka azonban szenvedést, a tudatlanságban végrehajtott tett pedig ostobaságot eredményez. A jóság kötőerejéből igazi tudás származik, a szenvedélyből mohóság, a tudatlanságból pedig ostobaság, őrület és illúzió. A jóság minőségében élők fokozatosan felfelé, a felsőbb bolygók irányába haladnak. Akiket a szenvedély kötőereje jellemez, azok a földi bolygókon élnek. A szörnyű tudatlanság rabjai pedig a pokoli világokba zuhannak. Lelki természetemet az éri el, aki mindent tett végrehajtójának helyesen az anyagi természet kötőerőjét látja. És aki ismeri a legfelsőbb urat, aki a kötőerők felett áll. Ha a megtestesült lény képes túllépni az anyagi testtel kapcsolatban álló három kötőerőn, akkor megszabadulhat a születéstől, a haláltól, az öregségtől és a velük járó fájdalmaktól, s még ebben az életében nektári élvezetben lehet része. Arjuna így kérdezett. Ó, kedves uram! Milyen jelekről ismerhetem fel azt, aki a három kötőerő felett áll? Hogyan viselkedik, s hogyan emelkedik a természet kötőerői fölé? Az Istenség legfelsőbb személyisége így válaszolt. Ó, pándufia! Aki nem gyűlöli a ragyogást, a ragaszkodást s az illúziót, de nem is vágyik rájuk, ha nincsenek jelen. Akit nem ingatnak meg és nem zaklatnak fel az anyagi kötőerők efféle visszahatásai, valamint semleges és transzcendentális marad, mert tudja, hogy csupán a kötőerők működnek. Aki az önvalóba merül, s örömre és fájdalomra egyformán tekint. Aki egyenlőnek látja a földgöröngyöt, a kődarabot és az aranyrögöt. Aki egyformán fogad kedvezőt és kedvezőt lent, Aki dicséret és becsmérlés, tisztelet és megvetés nem rendíthet meg. Aki a baráttal és az ellenséggel egyformán bánik, és aki felhagyott minden anyagi tettel, arról azt mondják, felülemelkedett a természet kötő erőin. Aki a teljes odaadó szolgálatba merül, s nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszerűen túllép az anyagi természet kötőerőin, s így a Brahman síkjára emelkedik. Én vagyok az alapja a személytelen Brahmannak, amely halhatatlan, elpusztíthatatlan és örök, s a végső boldogság Eredeti helyzete.